A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma november 12-e Jónás és Renátó napja van. Ma van a Szociális Akció Nemzetközi Világnapja, 179 éve megalakult a Kisfaludy Társaság. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először röviden. 11. rendesülését tartotta a Magyar Nemzeti Tanács. Ülésezett a Szabadkai Városi Képviselőtestület is városrombolás és költségvetés a napirenden. 4%-kal emelik a tanárok fizetését, 7000 dinár lesz az egyszeri segély, 1,25%-kal nőnek januártól a nyugdíjak. Az Európai Uniónak és Afrikának együtt kell működnie a migráció megfékezésében, hangzott el az EU-Afrika csúcs találkozón Máltán. Módosították a Magyar Nemzeti Tanács 2015. évi költségvetéséről szóló határozatot. A tervezett bevételek és a kiadások valós alakulása tette ezt szükségessé. A bevételi oldalon ezúttal nagy részt a ténylegesen beérkezett összegek szerepelnek az elképzelések helyett, emelte ki Jera Szanikó. A végrehajtó bizottság elnöke elmondta, a külföldi államok adományai mintegy 340 millió dinár tesznek ki. Kedvezően alakulnak a tervezett költségek, hangsúlyozta Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyomatékosította, hogy a költségvetési keret nagy részt anyaországi támogatásból valósul meg. Hajnal Jenő kitért azokra a bírálatokra is, amelyek szerint az MNT óriási összegeket oszt el anélkül, hogy ebbe bárkinek betekintése legyen. Cáfolni szeretném, hiszen a költségvetés elfogadása után a második módosítás is arról árulkodik, hogy a teljes táblázati rendszert mutatjuk ki, és tudni kell azt is, hogy a mindaz, ami anyaországi támogatásként érkezik, az céltámogatásként pályázati rendszerben érkezik. Tehát annak az elszámolása nagyon szigorú követelményeket kell, hogy kielégítsen. Decemberben még egy költségvetési módosítás várható, hiszen néhány olyan tétel van még, amely a tervekben szerepel, de a pénzeszközök még nem érkeztek meg, szögezte le az MNT elnöke. Itt elsősorban a szakképzés évihez kapcsolódó támogatásban értékel, hogy a program bővül. Így várhatóan a büdzsé további 10 millió dinárral egészülhet ki. Csak akkor tudnának érdemi vitát folytatni a költségvetésről, ha ismernék, milyen arányban költöttek eddig, mondta Tari István, a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Egy háztartásban is, ha azt mondjuk, hogy ekkora keretünk, akkor van tiszta képünk, ha elmondjuk utána még azt is, hogy ebből a keretből mennyit költöttünk. Ez ebből az anyagból, amelyet mi kaptunk, nem derül ki. A zárszámadás témája a Tari István tanácstag által számon kértekhez, nem pedig a költségvetéshez tartozik, nyomatékosította az MNT elnöke. Nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű a dolog. Nagy részét nem fizettük ki, ha kifizetjük, akkor pedig ezekkel el tudunk számolni, és nagyon örülünk annak, hogyha akár a tanácstag úr bármikor van ideje bejön, ezeket a tételeket, hogy mit használtunk, hogy milyen arányban ki tudjuk mutatni. Különben a pénzügyi referensünk ide küldte a megvalósítási tételeket is, de itt ma nem arról kellett volna, hogy vitázzunk, hogy hogyan, miként valósult meg a költségvetés, hiszen az nem a mai ülés témája. Napirendre került a Szekeres László Alapítvány 15 kuratóriumi tagjának kinevezése. A vajdasági pályázati rendszer vezetőjét, Józsa Lászlót, az alapítvány elnökét is leváltják. Helyére Fejsztámer Róbert kerül majd. Hajnal Jenő elmondta, az alapítvány alapító okiratát is módosítják. Azt javasolták, hogy amennyiben megszűnne, vagyona a Magyar Ház alapítványra szálljon át. Az ülés 5. napirendi pontja értelmében a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának, Gondi Martina jelenlegi vezetőt javasolták. Ezt a tanácstagok egyhangulag elfogadták. A végső döntést a tartomány hozza meg. Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították Topolyai Község Múzeumát, amely idén szeptemberben önállósult. A Magyar Szótaggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagjairól is szó esett, 3 tag lemondott. A megüresedett helyekre Bencsik István újságírót, Nagy Imre egyetemi tanárt és Urbán Zsuzsannát, a Felsőhegyi Iskola pedagógiai vezetőjét nevezték ki.
Az MNT tagok az Európa Kollégium munka és pénzügyi tervét is véleményezték, valamint az oktatási nevelési intézmények iskolaszéki tagjainak kinevezésével, a környezetismeret és matematikai tankönyvek és munkalapok jóváhagyásával is foglalkoztak. Az ülés végén a 2015-2016. Évre vonatkozó felsőoktatási ösztöndíj pályázat jogosultsági rangsorát is ismertették, ez azonban személyiségi jogokra hivatkozva nem nyilvános. A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta, hogy a Szabadkai Magyar Rádió a Pannoni Alapítványon belül működjön. Elhangzott, mindenkire szükség van a magyar közösségben. Az alapítvány igazgatója leszögezte, első tervek között lesz a frekvencia legalizálása. A Szabadkai Magyar Rádió november 1-je óta a Pannoni Alapítvány része. A vajdasági RTV október 31-én megvonta a frekvencia használatát, amelyen 8 éven át sugározta a műsorát a Szabadkai Rádió magyar szerkesztősége törvénytelenül. Bozsony István, a Pannoni Alapítvány igazgatója úgy fogalmazott, korábban hallgatólagos jóváhagyással működhettek. Ez folytatja most a Pannon, arra törekedve, hogy az újságírók egzisztenciáját mentse, illetve megóvja a magyar adást. Az első feladatunk az, és ezért állok most itt, hogy azt ami 8 évig jogszerűtlenül, vagy a törvényesség határán működött, az elsődleges feladatunk, hogy ezt törvényszerűvé tegyük. Ennek több eleme van. Az egyik eleme az, hogy a Szabadkai Magyar Rádió belépésével szükségessé vált a Pannoni Alapítvány belső szerkezetének az átalakítása. Bozsony István leszögezte, elindítanák a 89,6-os frekvencia legalizációját is. Többen kalózkodással vádolták meg a Pannoni Alapítványt. Zsoldos Ferenc tanácstag kiemelte, az MNT ismét törvénytelenül jár el azzal, hogy jóvá hagyja a Szabadkai Magyar Rádió működését a Pannoni Alapítvány berkein belül. Ez pedig a saját jogi autonómiáját veszélyezteti. Német Ernő, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének vezetője, felvetette a kérdést, miből pénzeli majd a Pannoni Alapítvány az új rádió működését. Ha a Szabadkai Rádiót azt akarták volna, hogy fennmaradjon, Zombor, Temerin, stb. Többi rádió, meg lehetett volna ezt oldani, akarat nem volt. És miért nem volt akarat? Mert egy olyan vélemény kerekedett felül, hogy a vajdasági magyar tájékoztatást egy központból, innen a magyar házból kell végezni. Dudás Károly, az MNT kulturális bizottságának tagja úgy vélte, jól működik a rádió. Ezt pedig nem kifogásolhatják olyan személyek, akik maguk sem tettek a rádió megmentéséért. És aki most a törvényességet emlegeti tele habzó szájjal, az miért nem emlegette 8 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel? Tehát ugyanannyira törvénytelen a mostani megoldás, mint ahogy 8 évvel ezelőtt az volt, 6 évvel ezelőtt, 5 évvel ez volt. A Magyar Nemzeti Tanács sürgősségi eljárásban foglalkozott Szabadka történelmi városmagjának megúvásával is, amelyet a törlei és a budai házak lerombolása előzött meg. A tanácstagok elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartják a rombolást. Megtartották a Szabadkai Városi Képviselőtestület 34. ülését. A tanácskozáson szó esett egyebek mellett a budai és törlei házak lebontása körül kialakult vitáról, valamint Szabadka belvárosának rendezéséről, illetve a Szép Ferenc utca környékén lévő épületek vagyonadójának csökkentéséről is. A legnagyobb vitát a 2015. januárja és szeptember közötti időszak költségvetésének megvalósításáról való záróhatározat elfogadása váltotta ki. Az első napirendi pont a Szabadkai VKT ülésén az elmúlt 9 hónap költségvetésének megvalósításáról szóló határozat volt. Az ellenzék támadta a jelenlegi vezetés költségvetés politikáját, míg a polgármester megfelelőnek ítélte az elmúlt időszakot. Meg vagyunk elégedve az első 9 hónappal, pénzből soha nem lesz elég. Sikerült körülbelül 300 millióval, több mint 300 millióval nagyobb bevételt tenni a városnak szert az első 9 hónapban, mint tavaly évben. Ez életbe tartotta a költségvetést. Az a gond, hogy komoly kiadási tételt is vázoltunk fel, illetve ambiciózus kiadási tételeket is vázoltunk fel magunknak, és ezért nem egyszerű a költségvetés egyensúlyát megtartani. A Demokrata Párt leginkább azért támadta a város vezetését, mert Szabadkának több mint 160 ezer eurós bírságot kell fizetnie az Európai Fejlesztési Banknak a csatornahálózat felújítására szánt eszközök felhasználásának időtúllépése miatt.
U prvih 9 meseci je budžet realizovan sa 53%, što bi bilo normalno da bude realizovan za prvih 6 meseci, što pokazuje nesposobnost vlasti. A budai, valamint a törlei házak lebontása kapcsán komoly vita alakult ki az elmúlt időszakban Szabadkán. Az ülésen a városrendezési tervről is vitáztak a képviselők. A jelen esetben bontási engedély ugyan kiadásra került, és ez e tekintetben ez törvényes intézkedés, de viszont a bontás megkezdésekor hatályos építési engedéllyel nem rendelkezik a kivitelező, és ennek tükrében nem rendelkezik azzal sem, hogy a jövendőbeli épület homlokzatát bárki láthatná, hogy vajon ez beleillik-e a környezetbe, vagy sem. 2013-ban született egy határozat, amelynek célja az volt, hogy a korábban meghatározott belvárosra vonatkozó rendezési terveket felülvizsgálják és megakadályozzák a rombolást. Akkor azonban a határozatot nem valósították meg, és a felülvizsgálat sem történt meg. A VMS képviselői ennek a 2013-ban elfogadott határozatnak a betartását követelték. Zrušenje zgrada u užem jezgu grada je omogućena regulacijnim planom iz 2002. godine. Dakle, 2002. godine Savez vojvođanskih Mađara je bio apsolutni hegemon vlasti u Subotici i imao apsolutnu većinu. A testület ülésén döntöttek továbbá arról, hogy csökkentik a vagyonadó mennyiségét a Szép Ferenc utca környéki ingatlanok esetében. Az említett terület ingatlanjai eddig a városközponttal azonos zónába voltak besorolva, annak ellenére, hogy a környék infrastruktúrális szempontból nem hasonlítható a városközponthoz. Megalakult a Magyar Mozgalom platformja a Vajdasági Magyar Szövetség városi frakcióján belül, a Szabadkai VKT-ben. A 16 főből álló frakcióból 9-en kezdeményezték a platform létrehozását. Csúszó Endre képviselő a Városi Képviselőtestület 34. ülésén olvasta fel a Magyar Mozgalom VMS-en belüli platformjának létrehozásáról szóló dokumentumot. A képviselő szerint a platform létrehozásának nem az a lényege, hogy szétverjék a VMS frakcióját, éppen ellenkezőleg. Ezen keresztül próbálják erősíteni a munkát és segíteni a frakció hatékonyságát. Mindenki azt várta, hogy ezt az aláírt papírt a képviselőtestület elnökének fogom beadni. Én nem a képviselőtestület elnökének adtam be az végét, mert a város alapszabályzatában nem tudom, hanyadik pont le van írva, hogy egy képviselő egy frakciócsoportnak lehet a tagja. Na már most nem az a célunk, hogy külön frakcióba, hogy gyöngítsük úgymond a magyarságot képviselő erőket, hanem az a célunk, hogy erősítsük, és a VMS alapszabályzatában benne van, hogy az nem kizáró ok, hogy most valamilyen civil mozgalomnak tagja vagyunk. A platform tagjainak célja, hogy együttműködjenek a frakció többi tagjával. Az elmúlt időszakban azonban több olyan ügyben is szögesen eltérő véleményt fogalmazott meg a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Mozgalom, amelyek a két csoportosulás közötti együttműködés lehetőségét kérdőjelezik meg. Azt gondolom, hogy mi mindannyian jelen pillanatban a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tagjai vagyunk, ebben belül pedig mindannyian a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tagjai vagyunk. Ahhoz, hogy együttműködés, illetve hát a kérdéseknek a megvitatására sor kerüljön, azt gondolom, hogy alapvetően a szándék kérdése. Én ebben a pillanatban nem tudom megítélni azt, hogy a másik, ha úgy tetszik, a másik oldal mit gondol erről. A mi részünkről, a kívánt képviselő részéről természetesen minden nyitottság megvan erre. A Vajdasági Magyar Szövetség frakció vezetőjét nem érte váratlanul a platform megalakulásának bejelentése. Én az erre vonatkozó értesítést írásban kaptam meg a minap a frakció ülésen, illetve most itt a képviselőtestület ülésen ugye szóbeleg is ezt a képviselőtársam megerősítette. Ez egy teljesen új élethelyzet, ilyenre ugye eddig nem volt példa, és tekintettel erre ebben az ügyben a VMS elnöksége fog állást foglalni, és akkor annak, miután ez megtörténik, akkor nyilvánvalóan a közvéleményt erről tájékoztatják. A platform létrehozását a következő frakciótagok támogatták. Csúszó Endre, Jávor Pál, Ubori László, Huzsvári József, Haskó István, Dévavári Zoltán, István Ervin,
Kovács T. Márta, valamint Huszák Hoff Ilona. A platformosodás egy párton belül nem új keletű Európában. Egyebek mellett Erdélyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetségen belül is működik egy kereszténydemokrata platform. A Vajdasági Magyar Szövetség statútuma nem engedélyezi platformok létrehozását a képviselői csoportokon belül. Ezt nyilatkozta ma a Vajdasági Rádió és Televízió műsorának Pásztor István. A pártelnök szerint, aki aláássa a párt alapjait, azt el kell távolítani. A VMS Szabadkai Városi frakciójának 16 tagja közül 9 platformba tömörült a VKT mai ülésén. Ők a Magyar Mozgalom tagjai. Pásztor István ezzel kapcsolatban elmondta, egy párt és a tyúkol között az a különbség, hogy míg az előbbiben rend van, a tyúkolban fejetlenül futkosnak és piszkolnak. Aláhúzta, aki nem hajlandó elfogadni ezt a rendet, annak olyan helyre kell menni, ahol úgy lehet viselkedni, mint egy tyúkolban. Pásztor István az RTV tudósítása szerint hozzátette, ha Maglay Jenő VMS-es polgármester, aki egyben tagja a Magyar Mozgalomnak is, támogatja ezt a csoportot, akkor neki is menni kell. Emelkedik januártól a tanárok, az egészségügyi dolgozók, a katonák és a rendőrök bére Szerbiában. 2016-tól a nyugdíjasok is több pénzt kapnak attól függetlenül, hogy előzőleg csökkentették-e a juttatásaikat vagy sem. Ezek az intézkedések 94 milliárd euróval terhelik majd az állam költségvetését évente. 2016. január 1-től emelkednek a közalkalmazottak bérei és a nyugdíjak Szerbiában. A tanárok és tanítók 4%-kal keresnek majd többet. A tanárok még az idén 7000 dináros egyszeri segélyben is részesülnek, amit a szakszervezeti képviselők kevésnek tartanak. A felsőoktatási intézmények oktatói 2%-os béremeléssel kalkulálhatnak, jelentette be Alexander Vučić miniszterelnök. 80.000 ljudi koji radi u našem osnovnom školstvu, osnovnom obrazovanju. Od 1. januara imaće povećanje primanja, povećanje plata, ne povećanje primanja, povećanje plata od 4%. Ja mislim da je to značajno, veliko i ozbiljno povećanje. Az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók 3%-kal kapnak majd többet. A katonák és a rendőrök sem maradnak ki a sorból. Annak ellenére, hogy a Nemzetközi Valuta Alap szerint túlfizetettek, 2%-os fizetésemelést kapnak. A fizetések emelése 44 milliárd eurós többletkiadást jelent a szerbiai államkasszának. Ennél többet kell elkülöníteni a nyugdíjak emelésére. Az ő juttatásuk 1,25%-kal emelkedik januártól, attól függetlenül, hogy korábban csökkentették a járandóságukat, vagy sem. Za penzionere je skromno, ali je stabilno, jer penzioneri moraju da znaju i kada kažu zaradili smo, tačno je, oni su zaradili i oni su nam mnogo toga ostavili. Ali neki koji su vladali ovom zemljom su to uništili, pojeli substancu. Mi danas 50% penzije isplaćujemo iz budžeta, a ne iz PIO fonda. Iz budžeta isplaćujemo, iz onoga što mi zarađujemo danas. Szerbiában 1.736.154 nyugdíjas él. 60%-ukat nem érintette a korábbi csökkentés. A miniszterelnök szerint így ők most nagyobb nyugdíjat kapnak majd, mint valaha. Az emelés azonban csekély. Aki 20.000 dináros nyugdíjat kap most, az januártól 250 dinárral többet tud majd elkölteni. Ez nagyjából 3 liter tejára. Aki most 40.000-et kap, az 500 dináros többlettel számolhat. Aki pedig esetleg 80.000-et, az 1000 dinár többletnek kell, hogy helyet találjon. A tervezett 500 dinár helyett 150 dinár lesz a szerbiai RTV és a vajdasági RTV előfizetése. Az államkasszából további 4 milliárd dinárt folyósítanak a közszolgálati adók működtetésére. Az így keletkező kiadások fedezésére növelik az üzemanyag jövedék kiadóját. Januártól ismét kötelező lesz a szerbiai RTV és a vajdasági RTV előfizetése. Azonban az eddig hangoztatott 500 dinár helyett 150 dinárt kell majd fizetniük Szerbia polgárainak. Ez a pénz azonban nem elég a közszolgálati adó működtetésére, ezért a szerbiai költségvetésből további 4 milliárd dinárt különítettek el erre a célra. A kiadások pótlására növelik az üzemanyag jövedéki adóját, jelentette ki Alexander Vučić, Szerbia miniszterelnöke. Mi smo doneli odluku i to je ono zašto nam je bila potrebna samo akciza na naftu, koja znači sa 137 na 139 dinara, ništa više, a i to je pitanje. Vidjet ćemo kako će cena sirove nafte da se kreće. Mi smo prihvatili na sebe da isplatimo 4 milijarde iz budžeta za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine,
da to ne uzimamo od građana. Pretplata će da bude obavezna, ali pretplata svakako neće preći 150 dinara. Az ilyen kiadások pótlását szolgálna a Szerbiai Telekom eladása is. A Szerbiai Telekommunikációs cég után érdeklődők július 3-a óta adhatják át az ajánlataikat, a kiírás november 16-án zárul. A cég dolgozóit képviselő szakszervezetek ellenzik az eladást. Erre reagált a szerb kormányfő is. Ja te ljude razumem i razumem njihovu zabrinutost za svoju budućnost, a moj posao je da brinem o celoj Srbiji. I o svakom zaposlenom i o svakom nezaposlenom. I također sam ponosan na činjenicu da smo prvi put uspeli posle dugo vremena da smanjimo nivo nezaposlenosti ispod 20% i to dugoročno na periodu već većem od 6 meseci. Ako budemo mogli da prodamo Telekom po dobroj ceni, to ćemo da uradimo, zato što je to dobro i za zemlju, dobro i za Telekom. Ako ne budemo mogli, nećemo da ga prodamo. A Szerbiai Telekom megvásárlására két cég nyújtott be eddig ajánlatot. A vezető szlovéniai telekommunikációs vállalat, a Szlovéniai Telekom és az amerikai Apollo alap közös ajánlatot tettek a Szerbiai Telekom megvásárlására. Az üzletben a kínai Telekom is érdekelt. A kínai cég képviselői a múlt héten Belgrádba látogattak, ahol a kormány képviselőivel tárgyaltak. Az Európai Uniónak és Afrikának együtt kell működni a migráció megfékezésében hangzott el a szerdán kezdődött valettai EU-Afrika csúcs találkozón Máltán. A találkozó fő témája az Afrika felől a földközi tengeren keresztül Európába érkező migrációs nyomás. Az EU csúcs találkozó célja, hogy az EU vezetői megállapodjanak az Európára nehezedő migrációs nyomás csökkentése érdekében. Afrika fejlesztését is megerősítenék, hogy az itt élőknek ne kelljen elhagyniuk hazájukat. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke nyitó beszédében elmondta, az EU elsődleges feladatának tartja, hogy annyi életet mentsen meg, amennyit csak lehetséges. A jelenlévő vezetőknek nem a migránsok ellen kell döntéseket hozniuk, hanem a fegyveres konfliktusokat, a szegénységet vagy a reményvesztettséget kell orvosolniuk államaikban, mondta beszédében Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta, Európa számára veszélyeket rejt a migráció. Hozzátette, jelenleg hiányzik az EU vezetőinek akarata, hogy megfékezzék a bevándorlás áramlását. A migrációs helyzet ma Európában az nem egy győztes-győztes, hanem egy vesztes-vesztes szituáció, mindenkinek rossz. Az országok, ahonnan jönnek a migránsok, elvesztik a fizikailag legjobb állapotban lévő, leginkább mozgékony és legértékesebb munkát végezni képes embereiket. Mi pedig kapunk egy olyan közösséget a nyakunkba, amelyet képtelenek vagyunk integrálni. Tehát ha mindenki veszít a migráción, ezért próbáltuk a tónust módosítani, itt fölhívja a figyelmet arra, hogy a migráció az veszélyeket is, sőt elsősorban ma Európa számára veszélyeket rejt magába. A magyar kormányfő leszögezte, a visegrádi négyek országai felkészültek az előttük álló időszakra. Két megállapodást kötöttek, amelyekben ezek az országok közösen járulnak hozzá a migrációs hullám megfékezéséhez szükséges anyagi források megteremtéséhez. Emellett több mint 300 határőrt és rendőrt küldenének Görögországba. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön aláírta azt a dokumentumot, amelynek alapján az Unió 1,8 milliárd euró sürgősségi pénzalapot hoz létre Afrika támogatására. Segítenék az afrikai összetűzések felszámolását, a munkanélküliséget és a szegénységet. External borders of European Union are not yet at all under control, so I think probably temporarily for some countries it is unavoidable. Csütörtökön délután Valettában a 28 EU-s kormányfő külön is találkozott. Ezen a megbeszélésen vélhetően tisztázzák, hogy Törökország milyen formában tud segítséget nyújtani a migrációs hullám megfékezéséhez. Több ezer bevándorló érkezik a szerb-horvát határa naponta. A migránsokat szállító horvát szerelvények is egyre gyakrabban érkeznek Szerbiába, hogy tovább szállítsák a bevándorlókat Szlovénia felé. Ennek ellenére egyre nagyobb a torlódás és a türelmetlenség is. Ilyen migránsokkal zsúfolásig telt autóbuszokból ma már több mint 100 darab érkezett ide a sídi vasútállomásra, és az elkövetkező napokban is ugyanerre lehet számítani. A legtöbben még mindig Szíriából érkeznek. Az autóbuszokon ülve, illetve azok közelében várakoznak a menekültek, hogy felszállhassanak a vonatra.
egyre több család indul meg az Európai Unió felé. No money, no anything. It's a very problem. I going now to the Germany. Heves viták alakultak ki a szerb rendőrök és a buszsofőrök között Sídben, mivel a hatóság emberei nem engedik le a migránsokat a buszokról. Meg kell várniuk, hogy megérkezzenek az őket elszállító szerelvények. A sofőrök is egyre türelmetlenebbek. Dolazak u Síd, opet csekanya, opet parkiranya, preparkiravanya, tako da da. Nema restorana, nemaš gde da što kažu osnovne potrebe životne zadovoljiš. Evo konkretno sad jurim kafu i burek, ne mogu da pronađem. Eddig naponta 4-5 szerelvény érkezett a szerb-horvát határa, hogy elszállítsák a migránsokat. Csütörtökön már 2-szer ennyi vonatra szállhattak fel a bevándorlók. The people are here welcoming and good, especially the police. They helped us. And we are going now to Croatia to continue our journey to Germany. Autóbuszokból is egyre több érkezik, így hosszú sorok alakulnak ki. Csütörtök estére is több ezer migránst várnak a szerb-horvát határra. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Megszentelték Ador Jánon a plébánia új épületét. 5 pontot szerzett csapatának a 2 év után speciális protézissel visszatérő 21 éves szerb kosárlabda játékos Nataša Kovačević. Háladó szentmisét tartottak tegnap Ador Jánon a plébánia új épületének átadása alkalmából. Pénzes János szabadkai megyés püspök szentelte meg az objektumot. A szentmisét paptársai kíséretében celebráló Pénzes János szabadkai megyés püspök példaértékűnek nevezte az adorjániak összefogását. Röpke 3 év alatt teljesen felújították a templomukat, és a régi helyén új plébániát építettek fel. Noha anyagiakkal az egyház nem tudta támogatni az építkezést, a püspök a beruházás mellé állt, erre ugyanis egy régen tett ígérete is kötelezte. Amikor még a Tari János plébános úr volt itt, és akkor mielőtt végleg elment nyugdíjba, előbb kanizsán szolgált ugye a nagy templomba, és akkor aztán nyugdíjas 75 év után ide eljött, kérte, hogy itt lehessen. És amikor innen végleg elment, már akkor már betegsége miatt, azt mondta, hogy János, Ador Jánnak adjál papot, ne hagyd soha pap nélkül. Barát Gábor adorjáni plébános májusban költözött ki a régi plébánia épületéből, amit a helybeliek gyorsan lebontottak, és 6 hónap után már el is foglalhatta új otthonát. Számos új terve van Barát Gábornak. Van egy szép közösségi terme, tehát megbeszéléseket tudunk tartani, akár a képviselőtestület, akár a vendégek számára, akik ide eljönnek hozzánk ebben a kis szép csöndes faluba. Az épület megszentelését követően az esemény egyházi és világi vendégei, majd a helyi hívők is megtekintették az objektumot. Az új plébánia kiépítését a legnagyobb mértékben Borsos Csaba vállalkozó, a helyi közösség elnöke támogatta. Ez a plébánia ugye 170 négyzetméter területű, és a beruházásnak az összértéke az kicsivel több, mint 50 ezer euró. Az összeg nagy hányadát maga Borsos Csaba biztosította. A munkálatokat továbbá a tartományi kormány, a Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Vajdasági Magyar Szövetség is támogatta. Öt pontot szerzett csapatának a 2 év után speciális protézissel visszatérő 21 éves szerb kosárlabda játékos Nataša Kovačević a szerda esti szerbiai bajnoki mérkőzésen. Natasa lábát tért alatt kellett amputálni 26 hónapja, győri csapatbuszának tragikus karambolja miatt. Ő az első nő Európában, aki ilyen mértékű sérüléssel vett részt egy bajnoki mérkőzésen. Nataša Kovačevićnek ez volt az első hivatalos mérkőzése a győri szerencsétlenség óta. A fiatal sportoló a szerbiai Crvena Zvezda színeiben nyűgözte le ismét a közönséget. Sva 3 puta kada je šutnulo, krenuli su mi suze na oči. Dakle, jedan prikaz dobrog sportiste, čovjek koji pobeđuje iznad svega. Dakle, to je ono što svima nama treba da bude primjer u životu.
Natasa hónapokig készült a visszatérésre. Csapattársai szerint az edzéseken is kiváló teljesítményt nyújtott. A mérkőzés kezdetén virággal köszöntötték a pályán. Treneri su bili sasvim uobičajeni, ona kao da je trenirala s nama od početka i veoma lepo se uklopila i mi smo joj davali podršku što smo najviše, što smo više mogli i baš se lepo uklopili. A fiatal kosárlabdázó már a mérkőzés 6. percében a pályára lépett, és minden negyedben játszott. A játék 16. percében dobta az első kosarat, majd rövidesen egy újabb találat is született, így 5 pontot is szerzett csapatának. Osjećaj je zaista izvanredan, posebno mi je čast što sam se vratila u Crvenu zvezdu. Imam utisak kao da nisam ni odlazila, jednostavno ovdje se osjećam kao kod kuće. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli danas i koji su podržali Crvenu zvezdu i nadam se da ćemo ih vidjeti i u daljim utakmicama. Natasa elmondása szerint nagyon sok szép emléket hozott haza Magyarországról. Győrt a második otthonának tekinti. A jövőben most inkább az iskola befejezését tartja elsődleges célnak. Očekujemo da pomogne ovom našem timu koji je jako mlad, da pomogne da tim napreduje i da nauče nešto od nje. Ona stvarno ima veliko iskustvo i ima mnogo je brzo u glavi, fantastično reaguje, tako da negde nadoknađuje taj fizički potencijal svoj, ali stvarno nam puno znači i na treningu, ne samo na ovoj takvici. A szerda esti bajnoki mérkőzésen a Crvena Zvezda együttese erőteljes játékuknak köszönve 78-47 arányban győzedelmeskedett a Nisi Student csapata ellen. Hosszantartó súlyos betegséget követően ma hajnalban 32 éves korában elhunyt Fülöp Márton, korábbi magyar válogatott kapus. A labdarúgónál 2013. júniusában rákbetegséget diagnosztizáltak, ezt követően megműtötték, és kemoterápiás kezelésre járt. Fülöp 1992-ben a BVSC-ben kezdte labdarúgó pályafutását, majd az MTK-ban mutatkozott be a felnőttek között. Angliában több csapatban is megfordult, egyebek mellett a Manchester City-ben és a Tottenham Hotspur-ben. A magyar válogatottban Lothar Matthäus kapitánysága alatt 2005. május 31-én Franciaország ellen debütált, a címeres mezt 24 alkalommal húzhatta magára. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. 11. rendesülését tartotta a Magyar Nemzeti Tanács. Ülésezett a Szabadkai Városi Képviselőtestület is városrombolás és költségvetés a napirenden. 4%-kal emelik a tanárok fizetését, 7000 dinár lesz az egyszeri segély, 1,25%-kal nőnek januártól a nyugdíjak. Az Európai Uniónak és Afrikának együtt kell működnie a migráció megfékezésében, hangzott el az EU-Afrika csúcs találkozón Máltán. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. A viszontlátásra!